Szeretettel üdvözlöm! Dr. Budai László Károly vagyok, szabadfoglalkozású orvos, természetgyógyász, életmódtanácsadó és germánygyógytudomány terapeuta. Orvosi tanulmányaimat Marosvásárhelyen végeztem, itt szereztem általános orvosi diplomát, majd Budapesten háziorvostanból szakvizsgáztam. Évtizedeken keresztül háziorvosként praktizáltam, és napi munkám során meg kellett tapasztalnom azt, hogy a betegek többsége nem gyógyul meg, hiába szedi a gyógyszereket. Ennek az az oka, hogy a mai hivatalos orvostudomány nem ismeri a betegségek kialakulásának valós okait. Ismeretlen betegségekről beszélnek. Csupán feltételezések alapján dolgoznak ki terápiás lehetőségeket, és természetesen a betegek egyre több gyógyszert szednek. Az akadémikus orvoslás számára a mai napig nincs megoldás a daganatos betegségekre, a krónikus betegségekre, az allergiákra és a pszichózisokra. Elhivatott orvosként én ezzel nem tudtam egyetérteni, és hát eszembe jutott egy régi bölcsesség, mégpedig az, hogy nincs gyógyíthatatlan betegség, csak gyógyíthatatlan beteg. Nos, ezért kezdtem el foglalkozni az alternatív megoldásokkal. Így lettem természetgyógyász, megismertem a hagyományos kínai orvoslást, az antropozófiát, a homeopátiát, szoft lézerkezeléseket és egyéb megoldásokat. Azért lettem természetgyógyászként életmód tanácsadó terapeuta, mert vallom, hogy nem elégséges a tünetekkel foglalkozni mindösszesen. Meg kell ismerni a betegségek valós okait. És mivel maradtak még tisztázatlan kérdések számomra, így tovább folytattam a keresést. Ekkor találkoztam a germán gyógytudománnyal, dr. Rike Gerd Hammer munkásságával. Ő 1981-ben közölte a rák vastörvényét, amiről kiderült, hogy ez az első biológiai természettörvény, ezt még további 4 természettörvény követte. A lényege abban áll, hogy minden betegségnek az elindítója egy olyan váratlan, nagyon súlyos érzelmi megrázkódtatás, amit magányosan élünk át, és benne ragadunk a konfliktusban. Nos, ez az érzelmi megrázkódtatás természetesen csak érzelmileg oldható föl. Az 5 biológiai természettörvény teljesen világosá teszi számunkra, hogy a biológia nem ellenem, hanem értem dolgozik, csak nem mindegy, hogy értem vagy nem értem, mit tesz a biológiám én értem, vagyis a túlélésemért és a faj fenntartásáért. A germán gyógytudományban nincsenek rosszindulatú és ismeretlen betegségek. Mivel mindenki számára az egyetlen valóság a saját megélése, ebből egyenesen következik, hogy a betegség a beteg nélkül nem gyógyítható. Csak ő tudja meghatározni, hogy adott pillanatban mit élt meg. A germán gyógytudomány viszont hajszálpontosan rávilágít arra, hogy milyen konfliktus, milyen biológiai elváltozást, milyen biológiai választ fog elindítani a testünkben. A betegnek meg kell értenie a germán gyógytudomány alapján, hogy mi is történik vele valójában. És ugyanakkor azt is meg kell értenie, hogy a konfliktusát csak ő képes feloldani, vagy nem gyógyul meg. Azt vallom, hogy a germán gyógytudományt mindenkinek ismernie kéne. Laikusoknak, orvosoknak egyaránt, leginkább még akkor, mielőtt még meg se betegedtünk. Ha aki túl későn ismeri meg a germán gyógytudomány törvényeit, az sajnos képtelen lesz már a biológiáját visszarántani az adott helyzetből. Amint azt Rike Gerd Hammer is elmondja, a daganatos beteg nem a daganatába, hanem a fel nem oldott konfliktusaiba, a pánikjába hal bele. Ez meríti le a biológiát teljes mértékben. Nos, ha tudjuk, hogy a beteg mitől betegedett meg, és tudjuk, hogy hogyan segíthetünk a gyógyulásában, akkor végre be tudjuk tartani azt, amire az egyetemen oktattak minket. Nil nocere. Nem ártani. 2011 óta csak a germán gyógytudománnyal foglalkozom. Ezért, ha úgy gondolja, hogy segíthetek önnek, keressen a weblapomon. Köszönöm figyelmét!